estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit. Mentek, láttak és maradandót alkottak. Bordás Réka és Vámos Petra a válogatott tagjaként képviselték a DVSZ-t a tokiói olimpián. A lányok bebizonyították, hogy ott a helyük a világ legjobbjai között, és a Loki mellett a nemzeti együttesben is számíthatnak rájuk. Vendégem a két olimpikon kézilabdázó. Sziasztok, lányok, köszöntelek titeket. Sziasztok. Na hát, tartalmas egy hónap van mögöttünk, mondhatjuk így is, hiszen ugye elmentetek már az olimpia előtt egy héttel, és aztán szerencsére sokáig nyúlt a program. Hát kezdjük is picit azzal, hogy milyen volt az aklimatizáció, hogyan tudtátok ezt a 7 órás időintervallumot kitölteni, mennyire volt nehéz átállni a tokiói mindennapokra, mondjuk Vámos, kezdjük veled. Számomra azért okozott egy kis nehézséget az átállás. Ugye úgy értünk oda, hogy ilyen este 11 óra körül, és meg is örültem, hogy de jó, akkor majd tudunk egy jót pihenni, de így az első 3-4 napban minden éjszaka így hajnali 3 és 4 óra között megébredtem, úgyhogy nem volt egyszerű, de így a napközbeni tevékenységek után tudtunk azért egy kicsit pihenni. Baba, neked ez volt az első versenyed, hivatalos világversenyed, és hát pont a legtetején sikerült ezt elkezdeni. Néhány szóban az első meccs előtt, amikor ugye a franciák ellen léptetek pályára, milyen érzések havarogtak benned? Ugye Vámos, te már voltál VB-n, neked viszont abszolút újdonság volt ez az életszituáció. Igen, nagyon örültem, hogy végre én is be tudok mutatkozni. Az igazság, hogy azt hittem, hogy jobban fogok izgulni, de szerencsére csak egy kis izgalom volt bennem, az az ilyen egészségesebb fajta. Nagyon-nagyon vártam az első tétmeccset, pláne ugye a franciák ellen, ugye ők is tele vannak nagyon sok jó játékosokkal, és nagyon-nagyon vártam, hogy végre játszhassak. Na és akkor elkezdődött a csoportkör, hát mondhatjuk, hogy a nehezebbik hatosba kerültetek, azért tényleg nagyon kemény ellenfelek voltak. Hogyan vártatok neki? Ugye az első 3 meccs kevésbé sikerült jól, aztán szerencsére sikerült korrigálni. Kezdjük már az elejével, ugye jött itt egy francia, egy brazil, illetve egy orosz csapat. Brazilokkal találkoztatok már a felkészülés során, ott akkor nyertetek. Az végül nem sikerült, ugye ott kint az ötkarikás játékokon. Na, de hogy milyen is volt az első néhány meccs, élmények, események, történések, kulisszatitkok, akár itt egymás szavába is lehet vágni, hogyan éltétek meg ezt az első egy-néhány fordulót? Szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy óriási izgalommal vártuk az első mérkőzést. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy kicsit hullámzó volt a játékunk, szerintem a franciák ellen jól helytáltunk, és ugye csak egy gólos vereséget szenvedtünk. Itt igaziból a másik két meccs az, ami egy kicsit kudarc volt a csapat számára, főleg ugye a brazil meccs, amikor semmi nem úgy jött össze, és valami nagyon elcsúszott, és bántuk is, mert tudtuk, hogy az az egyik olyan mérkőzés, amit nekünk hoznunk kell ahhoz, hogy tovább juthassunk a csoportból, de hál' Istennek aztán végül jól sült el a dolog, és volt még lehetőségünk javítani. Amellett azért nem szeretnék elmenni az első találkozót követően, amikor a szövetségi kapitány nyilatkozott, akkor te voltál az, mint ugye tudjuk, hogy a két legfiatalabb tagja vagytok a válogatottnak, akit külön kiemelt, hogy hát veled azért nagyon elégedett volt. Te ezt hogy élted meg? Azért nyilván ez egy ilyen elég jó visszacsatolás egy ilyen nagy torna első találkozóján. Így van, nagyon jól esett hallani Elek Gábor szavait, és ugye csak a mérkőzés után hallottam, hogy mit is mondott rólam. Egy olyan pozitív löketet adott, ami kellett ahhoz, hogy végre elhiggyem azt, hogy ezen a szinten is van keresnivalóm, és hogy bátran merjem a saját játékomat játszani. Baba, te ezt az első 3 meccset hogy élted meg? Ugye megszületett az első válogatott gólod is hivatalosan, és hát láttuk, hogy a támadásokon kívül azért a védekezésben is nagy szerepet kaptál. Hogyan teltek itt az első mérkőzések, mennyire tudtál tényleg felvenni itt a világ elitjével a szintet, a színvonalat? Hát még az elején úgy gondolom, hogy azért még nem nagyon sikerült úgy, vagy legalábbis ahogy szerettem volna úgy felvenni a ritmust, de ugye minél többet játszottunk, annál jobban is éreztem magam, úgy mondom inkább, hogy magabiztosan. Hát a brazil meccset azt én is nagyon sajnálom, hiszen pontosan azért is, mert tudtuk, hogy azért az egy nagyon meghatározó győzelem lett volna, hogyha az sikerül.
Sajnos ez a csapat hangulatára is nagyon rányomta a bélyeget, hogy ugye nem jöttek az eredmények, és nagyon nehéz volt ebből kijönnünk, de szerencsére sikerült, és össze tudtuk magunkat kapni. Na és akkor arról meséltek, hogy a három kevésbé jól sikerült találkozó után ugye jött kettő győzelem, amikor tényleg már az életben maradás volt a tét. Ott akár a spanyolok és a spanyolok elleni mérkőzés előtt ott mi zajlott le az öltözőben, ha ezeket elárulhatjátok? Nyilván azért egy rossz kezdés után tudhattátok, hogy mindenképpen nyerni kell ellenük, de hát azért a spanyolok és a svédek is az abszolút elithez tartoznak. Így van, ugye az előző mérkőzésekből láthattuk, hogy ugye a spanyolok is több győzelmet arattak már, illetve a svédek szinte hibátlanok voltak, de szerintem már azon a ponton elengedtünk minden gátlást, és úgy voltunk vele, hogy itt most nekünk keresnivalónk van, és meg kell mutatni, hogy mi az a kézilabda, amit mi tudunk játszani, és szerintem teljesen teher nélkül felszabadultan tudtunk játszani, és onnantól, hogy sikerült ezt a két pontot bezsebelni, onnantól mindenki már úgy felszabadult, és szokták mondani, hogy azért a győzelem jobban összekovácsolja a csapatot, és ez abszolút ránk is jellemző volt. Aztán ugye sikerült a svédeket, és egyetlen csoportbeli ellenfelétől sem kaptak ki, ti viszont ugye ezt a bravúrt végrehajtottátok, és akkor jöttett a norvégok elleni negyed döntő, hát azért nehezebb ellenfelet nem igazán lehetett volna elképzelni, de nagyon sokáig éles volt az a mérkőzés. A norvégokat, mikor megtudtátok, hogy ők lesznek az ellenfelek, az milyen hatással volt rátok, azért láttuk, hogy a mérkőzés alapján nagyon sokáig sikerült partiban lenni velük. Te pedig ugye, Baba, 4 gólt lőttél. Igen, hát szerintem tudtunk nekik is meglepetést okozni a játékunkkal. Úgy mentünk ki a pályára, hogy játszunk egy jó meccset, mutassuk meg még, hogy mi van bennünk, meg hogy mit is tudunk, aztán, hogy az majd mire lesz elég, majd ugye meglátjuk. Szerintem teljesen jól játszottunk, akartunk, tényleg küzdöttünk, sajnos ugye nem sikerült, de én is annak nagyon örültem, hogy így tudtam játszani, és ezzel is így hozzátenni az egész meccshez. Azért jó volt azt látni, hogy tényleg a világ elitjében ott van a magyar is, és nagyon fiatal csapat vagytok, az egyik legfiatalabb átlag életkorú. Vámosz, te ugye a csapat házigólkirályaként zártál, Baba, te szenzációsan mutatkoztál be itt felnőtt hivatalos tornán is. Összességében, ha visszagondoltok erre a tokiói olimpiára, milyen élményekkel gazdagodtatok, és mit hoztatok haza belőle? Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Tényleg akár az olimpia feelingje, az olimpiai falu, vagy akár a mérkőzések hangulata is teljesen más volt, még hogyha nézők ugye nem is lehettek. Nekem az egyik legnagyobb pozitívum, hogy felmérhettem azt, hogy hol tartok a nemzetközi elithez képest. Ugye már voltam világbajnokságon, de ott nem kaptam ennyi szerepet, tehát ebből a szempontból én nagyon örültem, hogy látom, hogy hol vagyok jelenleg, és hogy hova kell még fejlődnem. Baba, nálatok ugye a családi hagyomány az olimpia, édesapád után most te is kikerültél az ötkarikás játékokra. Ez akármilyen visszhangot váltott ki családi körben, és te is hogyan tértél haza a Távol-Keletről? Rettentően boldogan, és azt kell, hogy mondjam, hogy büszkén is. Tényleg olyan élményekkel lettünk gazdagabbak, hogy az leírhatatlan. Különösképpen ugye nekem akkor a norvég meccs volt az, ami nagyon fontos volt, és jó sokáig emlékezni fogok majd rá. És szerintem ez egy olyan magabiztosságot is adott, hogyha egy ilyen csapat ellen így tudok játszani, akkor tényleg el kell hinnem magamról, hogy képes vagyok rá. Szerintem nagyon sok rutinnal is jöttem haza, de tényleg nagyon-nagyon jó élményekkel, és jó volt úgy hazajönni, hogy rengetegen gratuláltak, megmondták, hogy mennyire büszkék ránk, úgyhogy már ez egy nagyon nagy löketet adott az elkövetkezendő évekre vagy hónapokra is. Volt egy kis pihenés, azt hallottuk, hogy egy hetet kaptatok egy ilyen komoly sorozat után, de hát már most visszamentetek ti is, és beálltatok a munkába néhány szóban zárásként, akkor ezzel ilyen pozitív élményekkel, emlékekkel, energiával feltöltődve,
hogyan vágtok neki a következő szezonnak. A kettőtöktől kérnék egy rövid kis esélylatolgatást és cél kitűzéseket. Úgy gondolom, hogy ez az olimpia, hogy Baba is mondta, óriási löketet ad majd nekünk. Én mindenképpen szeretnék arra figyelni, hogy amilyen dolgokat láttam a különböző nemzetek irányítóitól, azokat minél jobban beépítsem a játékomba. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és jó érzés volt visszatérni a lányokhoz és csatlakozni így a csapathoz. Szerintem realitás lehet ez a negyedik hely, amit ugye tavaly is kitűztünk, de úgy gondolom, hogy még több is lehet ebben a csapatban. Kolléganő? Hát igen, és nagyrészt egyetértek vele. Én is nagyon motivált vagyok, és nagyon-nagyon várom már, hogy elkezdjük a bajnokságot. Szerintem is ez a negyedik hely, ez reális, és reméljük, hogy ettől csak jobb lesz. Hát hölgyeim, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük ezt a rengeteg élményt, amit kaptunk tőletek és az egész magyar csapattól itt az olimpián, és hát csak így tovább sok sikert, akár a bajnokságban, akár pedig a nemzetközi porondon. És köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá, várom önöket a következő héten is a viszontlátásra.